Nemrég eljött a nap, amit szinte jobban vártam, mint a karácsony, ugyanis végre lehetőségem nyílt megnézni a Kanibál Kurvák című filmművészeti produkciót, aminek már a poszterrel látványától is milliónyi mini orgazmus szalad át a piciny testemen. Hosszú út vezetett idáig, ugyanis a filmet értetetlen okokból nem nagyon lehet megtekinteni itthon Magyarországon, se stream szolgáltatón, se az interneten keresztül, így aztán a film megnézése hosszú ideig számomra csak vágyálom volt, ameddig nem egy kedves Freakshow néző, Andi, el nem juttatta ezt nekünk, nagy lelkű ajándékként. Lelkesen azonnal nekiálltam volna megnézni a filmet, azonban egyszerű belpesti patkányként rá kellett döbbennem, hogy nincsen Blu-ray lejátszom. Lejöttem 34 évet úgy, hogy nem volt még Blu-ray lemez a kezembe, és igazából már a DVD-k látványától is eléggé elszoktam. Így aztán képzelheted, hogy mekkorán dzsontra voltáztam itt a szoba közepén, kezemben a lejátszatatlan Kanibál Kurvákkal, valahol a szőnyeg alatt elfekvőben lévő Blu-ray lejátszót keresve. Végül is vettem egyet, biztos, hogy biztos, hát ha az jó lesz még valamire később is. A film pont olyan, és pontosan arról szól, amit a cím alapján gondolnál, Kanibál Kurvákról. Kezdésnek láthatunk egy férfit, aki igazából fizetni is hajlandó lenne, hogy végre elhelyezze a minigánt a pisztoly táskában. Elsőre jól is néz ki a hadművelet, azonban hamar kiderül, hogy villámlátogatás helyett ott alvós buli lesz, ugyanis a prostituáltak elkezdik megenni a kuncsaft szemét, illetve nemi szervét. Ha eddig azt hitted, hogy a dobozban nehéz csajozni, gondold át ezt újra. A film már az elejétől kezdve igyekezett elkényeztetni filmtechnikai bravúrokkal is, kifejezetten tetszett ez a kicsit rendhagyó megoldás, amivel a kamera fókusza folyamatosan a háttérben volt az éppen beszélő színész helyett. Ennél még a lámpafény nélküli konzervdobozzal felvett őskori klisékeresők is jobbak voltak. A 20. percben végre elkezd kibontakozni valamilyen történetféle, viszont abban akkora lyukak vannak, hogy ahhoz képest még a kannás démon is szűknek számít. És ha már Kannás démon megőrülsz, de a film központi karaktere ugyanaz a Carmilla, aki a Kannás démon központi karakter is volt, és akit ugyanaz a Jessa Flux alakít. Itt azonban Carmilla nem egy egyszerű halhatatlan démon prosti, hanem egy kanibál kurvákat futató strici is, egy helyi multitalentum. Carmilla a filmben egyik mellével elveszi az összes kuncsaftot a mainstream örömlányoktól, másik mellével pedig az elszegényedett prostikat maga mellé állítja és a szolgájává teszi. Ahogy a szakma krémje elkezd eltűnni az utcákról, a helyi pap elkezdi kirakni a plakátokat az eltűnt személyekről városszerte. Ezen a ponton elgondolkodtam, hogy vajon a pap honnan tudja ilyen pontosan, hogy valamelyik nő egyik napról a másikra eltűnik a munkahelyéről. Szerintem itt valaki kibekapcsolta a cölibátust, amikor a jóisten éppen lement kávézni. Jött aztán egy jelenet, amikor egy srácot bevisznek egy lepusztult koszfészekbe, ahol még ajtók sincsenek, csak falról lógó, szaros, kozos lepedők, és azt mondják neki, hogy ha telefonálni szeretne, akkor ott van a koporsó, abban megtalálja a készüléket. Van az a kifejezés, vagy inkább sztereotípia, hogy a férfiak a farkukkal gondolkodnak. Azért én szeretem azt hinni, hogy egy ponton, például amikor három nő egy koporsóba akar becsalogatni egy dökkút mélyén, becsipogna az a bizonyos riasztó, hogy hoho, itt azért valami nincs rendben. Külön élveztem, hogy a film mennyire méltóság teljesen ábrázolja a férfiakat, mint a 45. percben a napernyő mögül kukucskáló férfit, aki még kőbányán is gyanúsnak számítana, pedig ott azért vannak cifradolgok. A szatír és Carmilla között hamar szárba szökken a románc, aztán jön a Budget Motel, ahol minden jó randi végződni szokott. Ennek a papnak mégis mi baja van? Amikor meglátsz egy papot a gyerekeknek szóló játszótér mellett ilyen rángatózó fejjel, valószínűleg nem az az első gondolatod, hogy éppen a vasárnapi mise prédikáció szövegén dolgozik. Egy óra után végre tartalmassá válik a film, láthatunk egy igazi profi fotóst akcióban, aki imádja az örömlányokat fotózni. Ezek aztán igazi jó képek lesznek, úgy, lőj még párat az orjukáról, te őrült! Később ugyanez a fotós gasztronómiai bravúrokkal is felhívja magára a figyelmet, az egyik szereplőt kenyérkocka vacsorával egy pohár víz nélkül próbálja elcsábítani. Srácok, ha sikerrel akartok csajozni, remélem jegyzeteltek. Már pont kezdtem azon gondolkodni, hogy mégis hogy lesz ez befejezve, erre megjelenik egy baltás nő, aki levágja az összes kanibál prostit, és vége. Az elejétől a végéig imádtam a filmet. Nálam okosabb emberek azt mondják, hogy akkor jutsz el a tudatosság és az érzékelés egy magasabb szintjére, hogyha megtapasztalod egyaránt a jót és a rosszat is. Ebben a filmben bőven található mindkettőből. Ha tetszett a videó, akkor nyomj a lájkot, és ha tudsz olyan filmet, aminek szerinted a dökkútban a helye, akkor nyugodtan lehet nekünk ajánlani, és most már küldeni is. Mi pedig hamarosan jövünk hasonló videóval. Addig is sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot. Ha pedig tudsz olyan filmet, na nézd meg vissza át a normális pozícióba a szemüvegembe. Hát ez még az. Már az ember hülyén se tud kinézni. Már se vagyok jó.